Új beruházás valósult meg a Tatker Kft.-nél. Az átadásra 2023. szeptember 22-én került sor, ahol dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretében 164,4 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatással, közel 500 millió forintból megvalósult fejlesztés során új gyártócsarnok épült, és a szükséges technológia beszerzése is megvalósult a cégnél. Köszönet azoknak, akik ezt a céget elindították még valamikor 33 évtizeddel ezelőtt, és hát mindazoknak, akik ebben a cégben dolgoztak, ennek a stratégiáját kijelölték, és eljutottak oda, hogy ma egy önálló raktárral, gépesített rendszerrel, termelékenységet jócskán megnövelve adnak 16 embernek munkát, és adnak lehetőséget azoknak a kis- és nagykereskedelmi láncolatoknak, ahol az itt készülő termékeket el lehet jutni. Néhány szót a úgynevezett GINOP-ról, ez a gazdasági és innovációs operatív program. Ez egy uniós program, aminek nagyon sok alprogramja van. Ennek az a célja egyébként, hogy a gazdaság fejlesztését segítse elő, különösen a kis- és középvállalkozásokét, tekintettel arra, hogy a foglalkoztatottaknak a legjelentősebb részét ez a szektor adja. Persze vannak a nagy multicégek, ahol látványosan sokan dolgoznak, de a kis- és középvállalkozások nem lennének, akkor ma komoly munkanélküliséggel néznénk szembe. Ezért aztán ennek a programnak a célkitűzései között volt, hogy növeljük a KKV-k ellenálló képességét a gazdaság területén. Tehát próbáljuk feltőkésíteni, a versenyképességüket megnövelni, mert ezen módon lehet őket hosszabb távon, vagy ezeket a szervezeteket hosszabb távon a gazdaságban bent tartani. Ráadásul nem könnyű éveken vagyunk túl, hiszen 2008-10 között volt egy pénzügyi válság a világon, aztán jött a Covid, és most se vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a szomszédba háború dúl, és annak minden gazdasági következményét el kell, hogy viseljük. 6 prioritás van egyébként a gazdaságfejlesztésben, a GINOP-os pályázatoknál, többek között a vállalkozásfejlesztés, emellett a K plusz F és az innovációt is hozzátéve. Fenntartható munkaerőpiacról kell beszélnünk, tehát nem csak meg kell építeni valamit, hanem ott úgy kell termelni, és olyan hatékonyan, hogy a munkaerőt a továbbiakban lehessen növelni, de mindenképpen hosszú távon megtartani. Fenntartható gazdasági fejlődésről beszélünk ez esetben, és hát jó példája maga a cég, technológiai fejlesztésről is szó van, hiszen nem csak korszerű targoncák, nem csak korszerű gyártósor került ide, hanem minden olyan ebben a szakmában, amit ez a cég végez, amivel hatékonyan és versenyképesen lehet termelni. És azzal, hogy egy helyre koncentrálták a termelést ezen a telephelyen, minden szegmensében a cégnek, akkor úgy gondolom, hogy az a műanyagipari termékek, lehet mondani a szemetes zsákoktól a hűtőfóliáig, akkor azok az asztalterítők, akkor a székek húzatán keresztül, minden olyan, ami a hétköznapjainkat megkönnyítik vagy szebbé teszik. És fontosak az ilyen cégeknek a fenntartása, és ezeknek a cégeknek a fejlesztése. Ami külön örömteli ebben a beruházásban, hogy megújuló energiát használnak, hiszen napelemmel működtetik az energiarendszer egy részét, és ha önök látják, majd mikor bemennek, jó néhányan már voltak benn, én még majdnem kész állapotban voltam itt és néztem meg, egy valóban korszerű, tiszta, a dolgozók számára is, a szociális helyiségekkel és mindennel jól felszerelt üzemről van szó. Mit mondhat az ember egy ilyen avató ünnepségen a végén? Kívánunk hatékony és gazdaságos üzemelést, kívánunk üzleti sikereket a tulajdonosoknak, mert ha nekik jól sikerül az üzletmenet, abból a dolgozók is profitálhatnak.
és mivel egy kollektívába dolgoznak, én kívánom a dolgozóknak azt, hogy becsüljék meg a munkahelyüket, és reméljük, hogy ezáltal, hogy jó termékek kerülnek ki innen, termelékeny lesz az üzem, akkor az visszaad az ő anyagi gyarapodásukra is minden remény szerint a jövőt illetően. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghívtak, gratulálok, és sok sikert kívánok! Rákosi Balázs ügyvezető úgy fogalmazott, hogy az új gyártó és csomagoló csarnok közel 500 millió forint beruházással készült, 400 millió forint körül volt az építés, a fennmaradó összeg az eszközbeszerzést, napelemes beruházást fedezte. Eredendően egy családi vállalkozásnak indult két remek ember egyéni vállalkozásából, majd 2001-ben az akkori fejlesztéseknek, a társadalmi jólétnek és a gazdasági növekedésnek köszönhetően egy KFT formájában a két gyermekükkel közösen folytatták tovább családi vállalkozásukat 2017-ig. 2017-ben a megérdemelt nyugdíjas éveket megkezdve átalakult a cégünk, elérve a mostani struktúráját, tulajdonosi felépítését. A jelen pillanatban a mostani csarnok egy Európai Uniós pályázati támogatással érte el a most látható formáját. Közel 500 millió forintot meghaladó nettó összegű beruházás keretén belül. Ebből 400 millió környéki volt az épület fejlesztés, és 100 millió forint körüli összeg volt az eszköz és egyéb napelemes beruházások mértéke. Az ünnepségen a szónokok közösen vágták át a nemzeti színű szalagot, melyet követően a tulajdonosok vezetésével járták körbe a csarnokot. A beruházás keretében a műanyag csomagoló eszközök gyártását lehetővé tevő korszerű gyártócsarnok eredményeként olyan cégek beszállítójává is válhat a vállalkozás, melyek rendkívüli gyorsaságot és minőségi garanciákat követelnek meg. Rákosi Balázs ügyvezető azt is elmondta, hogy a csarnok napelemes rendszerrel is el van látva, ezzel törekednek a települési környezetvédelem erősítésére és a környezetbiztonság növelésére is. Az új korszerű energiahatékony gyártócsarnok és az új berendezések üzembeállítása a minőségben is mérhető, ami biztosítja a cég piacképességét és versenyképességét.